Sziasztok! Na hát én is készítek egy ilyen évzáró, kicsit évértékelő jellegű videót 2018-ról, mert úgy gondolom, hogy amennyire meghatározó volt a 2017-es év például mondjuk nagyon pozitív értelemben, most annyira meghatározó 2018-es is kicsit kevésbé pozitív értelemben, de abszolút nem panaszkodásra szeretném szánni ezt a videót, mert úgy gondolom, hogy igazából semmi értelme nincsen, hanem úgy gondoltam, hogy összeszedek inkább 5 olyan dolgot, amit megtanultam ez alatt az év alatt, vagy legalábbis amiből tapasztalhattam, és ami rávitt a tanulás útjára. Úgyhogy ezeket fogom megosztani, és elmesélni ezekkel kapcsolatban az élményeimet, hogy hát ha esetleg nektek is bármilyen hasznos tanácsként szolgálhat, vagy esetleg segíthet abban, hogy ti is át tudjátok értékelni az előző éveteket, és ez szerint vágjatok bele majd a következőbe. Fontossági sorrend igazából nem lesz az 5 tapasztalat között, igazából csak haladok azt szerintem, hogy összeírtam magamnak. Az első ilyen az lenne, hogy pihenni ér. Azt gondolom, hogy ebben az évben azért rájöttem arra, amire az előző 23 évem során mondjuk nem voltam hajlandó, mert nagyon-nagyon sokan vagyunk úgy szerintem, hogy fiatalok vagyunk, majd ráérünk a nyugdíjban pihenni, én legalábbis többször is hangoztattam ezt, azt hiszem, az eddigiekben, és nagyon sokat csinálunk, dolgozunk, tanulunk, csináljuk a kötelességeinket és éljük az életünket, és egyszerűen nem gondolunk arra, hogy legalább ennyire fontos lenne az is, hogy pihenjünk, hogy hagyjunk magunknak időt a relaxációra és a feltöltődésre is, és nekem ebből a szempontból az év ez mindenképpen tanulságos volt, és rá kellett jönnöm arra, hogy valamikor mindennél többet ér az, hogy kialszod magadat és kipihent vagy, mert az, hogyha egy ideig óráig lehet húzni azt, hogy kialvatlanság, és egy néhány hónapig egyébként még tök jól el van a szervezet, úgymond tök jól, hogy nem alsz eleget, és nem pihensz eleget, és nem szánsz időt a feltöltődésre, mert nagyon-nagyon sokat képes elviselni az emberi szervezet, és nagyon-nagyon tűrő képesség határa, viszont ha egyszer eléred ezt a határt, akkor aztán minden borul, és akkor nem csak jönnek a kis jelek, hanem akkor aztán nagy jelek jönnek, és az egészségünk eléggé meg tudja ezt hálálni, úgymond, hogy nem foglalkoztunk bele. Úgyhogy nekem ugye az első fél évnyi kis kialvatlanságom eredményezte azt, hogy a végére már így abszolút egyrészt idegbeteg voltam, nem lehetett normálisan hozzám szólni, mert minden bajom volt, folyamatosan nyűgös voltam, és hát ugye a hormonrendszerem, meg ugye az egészségem az abszolút nem jobb volt, ez jelentődött így az első fél évben, 2018-ban. Viszont amikor érkezett az a június, amikor végre szántam arra időt, egy ilyen jó két hetet, hogy most akkor alszok, és pihenek, és lelazulok, és feltöltődök, akkor lehet megjött végre, úgymond évek után gyakorlatilag a menstruációm, a hangulatom visszaállt a normál kerékvágásban, jókedvű voltam, és lehetett velem beszélgetni normálisan, és nem mindig csak arra jött ki a beszélgetés, hogy panaszkodtam, hogy mennyire fáradt és kialvatlan és megviselt vagyok. Úgyhogy ez volt az első ilyen jelzés, amikor rájöttem, hogy hú, basszus, ennek a stressznek tényleg sokkal nagyobb szerepe van, mint amennyit tulajdonítunk neki igazából. Akkor is, hogy fiatalok vagyunk, és még nagyon sok mindent elbírunk, egyszerűen vissza fog az ütni, és meg fogja bosszulni a szervezet azt, hogyha nem hagyunk neki időt a regenerációra. Ugye az előbb külön videót lehet csinálni, hogy milyen szerep van az alvásnak, de az alvás alatt történik az összes regenerációs folyamat, ilyenkor épülnek újjá a sejtjeink, ilyenkor termelődik a növekedési hormon például, ami nagyon sok mindenért felelős, nem csak azért, hogy izmosabbak legyünk, de tényleg az összes életfunkciónknak a regenerációja, illetve az összes belső szervünknek a regenerációja ilyenkor történik, ezért aztán nem mondhatjuk azt, hogy majd nyugdíjas korunkban alszunk, mert akkor már késő lesz. Ilyenkor kell megalapozni azt, hogy eljussunk odáig. Úgyhogy nekem ez egy nagy tanulópénz volt. És azt még nem tudom elmondani, hogy 2018-ban megtanultam, hogy mi a legjobb stresszkezelési módszer, vagy hogy ebben nagyon belásnom volna magamat, de ezt mindenképpen egy ilyen kis célként tűzöm ki a következő évre, hogy ezzel kapcsolatban tanuljak és fejlesztem magamat. Viszont amit bevezettünk ebben az évben Andrissal, az az, hogy hát általában ilyen két havonta egyszer,
jobb esetekben akár havonta egyszer tartunk egy egész nap az ágyban fekszünk napot, ami azt jelenti, hogy reggel addig alszunk, tehát kiválasztunk egy olyan napot, amikor egyikünk sem dolgozik, nem kell iskolába menni, ráérünk, és hát akkor kelünk fel, amikor jól esik, és utána konkrétan egész nap az ágyban fekszünk, lehúzott redőnyökkel a sötétben. Az egyetlen dolog, amit csinálunk, az, hogy sorozatokat és filmeket nézünk, illetve vagy rendelünk valami kaját, vagy csinálunk valami kaját, és az ágyban eszünk és filmezünk. És ez egy ilyen olyan dolog, amit egyrészt várunk már, mert valószínűleg azt megelőzte egy jó stresszes időszak, amit ki kell utána pihenni, másrészt pedig olyankor tényleg így feltöltődünk, lelazulunk, nem csinálunk semmit, nem gondolunk így semmire, és aztán másnap úgy megyünk tovább, hogy picit így relaxáltunk, és szerintem ez egy tök jó szokás, én legalábbis nagyon élvezem, és szerintem azt meg fogjuk tartani a jövőben is, és ezt tudom nektek is esetleg tanácsolni, mert nagyon jót tud néha tenni. Nem mondom, hogy minden héten, mert azért jobb is megállt a sok, de így havonta egy ilyen nap, az szerintem nagyon-nagyon hasznos tud lenni, hogyha megtehetitek. Én sem mindig tudtam mostanában megtenni, mert nekem ugye hétvégéig kiestek, ugye ő hétköznap dolgozott, tehát nagyon nehéz volt összeegyeztetni, ezért mondtam azt, hogy a két havonta egy ilyen nap az már tök jó volt. A másik ilyen dolog pedig, amit ez alatt az év alatt így hasznosítani tudtam ilyen szempontból, azok az utazások voltak. Nem azért, mert elmentem és lógattam a lábamat napokig, bár ezt is tehetem volna igazából, de én sokkal jobban preferálom azokat az utazásokat, amikor város nézünk, és olyankor napokon keresztül meg sem állunk, hanem 20 kilométereket sétálunk, és megyünk, és látunk minél több mindent. Úgyhogy nem fizikai értelemben volt ez igazából pihenés nekem, bár ebben is volt részem, hál' Istennek, ebben az évben, úgyhogy megvolt igazából az egyensúly között a két utazásfajta között. De sokkal inkább mentális feltöltődést jelentett nekem az, hogy becsöppentem egy másik kultúrába, ami így egy pozitív értelmevet kultúrája is sok volt akár, és ebből én tudtam töltekezni. Tehát az a két-három nap, amit így mondjuk külföldön töltöttünk, az nekem utána egy jó pár hónapra megadta azt a feltöltődést. Az előtti lévő két-három hónapban pedig a várakozás, a készülődés ideje, és hál' Istennek ebben az évben elég sok részem volt így utazásban, részben magamnak, részben mondjuk a családomnak köszönhetően, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy így megteremtettük ezeket a lehetőségeket, mert nekem tényleg talán ebben az évben ez volt a leginkább az a dolog, amivel fel tudtam töltődni. A második ilyen dolog, amit úgy érzem, hogy megtanultam, az az, hogy ha nem kérdezel, akkor a válasz mindig nem lesz, és hogy segítségért kérni nem a gyengeség jele. Ezt két tekintetben is tudom igazából így alátámasztani. Az egyik az az, hogy nagyon sokat vívottam magamban ebben az évben, nagyon sok mindennel kapcsolatban úgy érzem. Nagyon sokszor voltak bennem ilyen különböző görcsök, meg nem is tudom ezt igazából elmondani, olyan dolgok, amikről nem szívesen beszéltem senkinek, pedig hál' Istennek vannak a környezetemben olyan emberek, akik kíváncsiak arra, amit mondok, és akik meghallgatnak, és akik megkérdezik, hogy hogy vagyok, amiért nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, de valamiért én mégis úgy éreztem, hogy nem feltétlenül tudok ezekről a dolgokról beszélni, és aztán pedig voltak ilyen hatalmas kiakadásaim, amikor konkrétan már így a földön ülve törtem ki zokogásban, és nem tudtam abba hagyni, mert így kidugrant belőlem ez az egész. És hát ebből a tanulság az, hogy igenis beszélnem kell ezekről a dolgokról, főleg mert vannak, akik segíteni tudnak, és ezért nagyon szerencsés vagyok, és ezt úgymond ki kell használnom jelentlen lehetőséggel, mert amíg nem beszélek róla, amíg azt mondom mindenkinek, hogy jól vagyok, addig nem feltétlenül tudhatják azt, hogy ez nem így van belül, és addig nem is tudnak segíteni. Úgyhogy egy nagy tanulság az, hogy bármennyire is nyomja valami így a gyomromat, és azt érzem, hogy senki más nem fogja tudni megérteni, mert egyszerűen nem tudom átadni ezt az érzést, ami bennem van. Attól még érdemes róla beszélni, lehet, hogy nem elsőre, de sokadik beszélgetésre lehet, hogy megoldást találsz rá, vagy segíteni fog, vagy megkönnyebbülsz. Úgyhogy ezt így igyekszem átvinni a következő évre, és egy picit már máshogy csinálni ezeket a dolgaimat, amik így nagyon nyomják a lelkemet, úgymond. A másik vonatkozásában pedig azt értem, hogy úgy érzem, az elmúlt években nagyon-nagyon sok lehetőséget kaptam, így egyrészt a social médiának köszönhetően, amiért szintén iszonyat hálás vagyok és szerencsésnek érzem magamat, de közben meg ott van az, hogy azért nem feltétlenül vagyok szerencsés, hanem így utána mentem a dolgoknak, meg elébe mentem a dolgoknak, és megtanultam azt, hogy amíg nem kérdezel, addig a válasz mindig nem lesz, de ha mersz kérdezni, akkor jó eséllyel kaphatsz egy igent is, és ki tudja, hogy milyen lehetőségek fognak eléd kerülni azáltal, mert mertél kérdezni, és mertél elébe menni.
Ez egyik ilyen példa például ebből az évből, ez nem social médiás, viszont ugye nekem az egyetem utolsó fél évében egy gyakorlati helyen kell elhelyezkednem, és mivel vendéglátást tanultam, tanulok, ezért fontos volt az, hogy vagy valamilyen melegkonyhás étteremben, vagy szállodában helyezkedjünk el valamilyen területen. És mivel én már rájöttem ugye az elmúlt néhány évben, hogy a vendéglátás nem feltétlenül az én területem lesz, és sokkal inkább érdekel mondjuk a sportvilága, ezért szerettem volna valahogy úgy megoldani ezt a gyakorlati fél évet, hogy azért élvezzem is és szeressem csinálni, és akkor jött az ötlet, hogy a későbbi munkahelyemre jelentkezzek, ami hát igazából nem titok, a Marriott Hotelnek dolgoztam az edzőtermében, amiről azt kell tudni, hogy nem csak így hotel viszonylatban, hanem így edzőterm viszonylatban is tök jó termük van, tehát nagyon sok külsős is jár oda, aki nem szálloda vendég, csak szeret ott edzeni, mert nagyon jól felszerelt terem, és tök jó szaktudású edzőkkel lehet dolgozni. És szerettem volna ott elhelyezkedni, nyilván edzőként nem tudtam volna beszámítani ezt az egyetemi gyakorlatomba, viszont recepciósként igen. És igazából nem is adtam magamnak más lehetőséget, úgy voltam vele, hogy ide jelentkezek, és én is fogok dolgozni. És így más opcióm nem volt, mert én úgy döntöttem, hogy ez lesz az. És akkor emlékszem, hogy beadtam az önéletrajzomat, illetve elküldtem motivációs levél helyett egy motivációs videót, amiben így elmeséltem, hogy miért szeretnék ott dolgozni, és miért gondolom azt, hogy nekem ott a helyem. Aztán behívtak egy állásinterjúra, aztán voltam próbanapon, és aztán végül úgy alakult, hogy ugye elhelyezkedhettem ott a 4 hónapos szakmai gyakorlatomra, ami miatt nagyon-nagyon boldog voltam, de úgy érzem, hogy ez például egy ilyen példa volt erre, hogy elébe kellett mennem, mert nyilván ők nem fognak megkeresni, hogy én dolgozzak már náluk, csak úgy, mert miért ne. Meg tényleg úgy voltam vele, hogy engem de felvesznek, és ezt elhatároztam, és mentem, és próbálkoztam, és aztán sikerült. És nagyon boldog voltam, mert tényleg egy nagyon-nagyon jó fej főnököm volt, nagyon-nagyon szuper munkatársaim, tök jó vendégek, és egy tök jó környezetben voltam, és nagyon-nagyon szerettem egyébként ott lenni és ott dolgozni. Egyedül ez a kialvatlanság is. 4 óraig kelés volt az, ami nagyon megzavart ezt az egészet, de azt leszámítom, hogy tényleg tök jó hely volt, és nagyon-nagyon örülök azóta is, hogy ott dolgozhattam. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen. A másik pedig, ami nem csak az én érdemem mondjuk, de hogy ugye nemrég, egy hónappal ezelőtt sikerült ugye megvalósítanunk Fannival az első önálló workshopunkat. És ez mondjuk lehet, hogy egy olyan dolog, amit egyedül nem biztos, hogy sikerült volna, vagy így, amit megmertem volna csinálni, viszont így együtt úgy voltunk vele, hogy mi ezt megszervezzük, akármi hányan is lesznek, akárki jön is el, ha ketten jönnek el, akkor 2 embernek, mindegy, de megcsináljuk, mert ez az álmunk, és szeretnénk ezt megvalósítani. És iszonyatosan élveztem a szervezés részét, igazából talán még jobban, mint a megvalósításán a dolognak. Nagyon-nagyon boldogok voltunk, hogy teljes létszámmal sikerült megvalósítani ezt, és hogy igazából minden úgy alakult, ahogy szerettük volna. És ez is egy olyan dolog volt, hogy senki nem hív fel azzal, hogy szia Kriszti, rendezek neked egy workshopot, csak gyere már el és tartsd meg, vagy hogy tényleg így megteremtjük neked a lehetőséget, te csak legyél ott. Meg egyrészt, vagy másrészt az nem is lett volna ugyanaz, mert ahogy mondtam, én a szervezés részt is nagyon élveztem. Tehát ez egy olyan dolog, amit meg kellett magunknak teremteni, és azért megteremtettük. Úgyhogy ez is egy fontos tanulság számomra, hogy bármi is így van bennünk, merjünk lépni, tegyük meg a kockázatot, hogy esetleg senki nem fog rá figyelni, senki nem fog rá eljönni, de ha te szívvel, lélekkel csinálod, akkor én hiszek abban, hogy ezt előbb-utóbb észre fogják venni, és meg fog ennek teremni a gyümölcse. A harmadik dolog egy picit talán negatívabb, de mindenképpen meg kell tapasztalnom sajnos ebben az évben azt is, hogy nem akarok általánosítani, de az emberek úgy általában felszínesebbek, mint amennyire én gondoltam volna, és hogy amit ebből tanultam, az pedig az, hogy igazából csak rajtunk múlik az, hogy felül tudunk ezen emelkedni, vagy pedig hagyjuk, hogy magával rácsön ez a dolog. Ugye a csatornám tartalma is, meg az Insta oldalam, meg minden, a tartalmam sokat változott az elmúlt egy évben, a tavalyi évhez képest. Nyilván ezt is tudjátok és észrevettétek, hogyha már régóta nézitek a videóimat. És hát azt kell észrevennem, hogy ugye egyrészt a tartalmaim is változtak, másrészt én magam is külsőleg sokat változtam. És nagyon-nagyon sok emberről derült ki az, hogy mennyire felszínes, és hogy tényleg nem is feltétlenül azért van itt velem, mert mondjuk az, amit mondok, az érdekli, vagy esetleg a tudásom, vagy tapasztalataim, vagy bármi jelentene neki számára bármit is, hanem igazából az, ahogy kinéztem, amíg versenyformában voltam. És nagyon sokan lemorzsolódtak úgymond ebben az egy évben,
nagyon sokan bántottak is, de ebben nem akarok belemenni. De tényleg azt kell észrevennem, hogy bármennyire is gondoltam én azt, hogy velem nem azért vannak az emberek, ahogy én kinézek, mert sosem gondoltam azt, hogy bármennyire különlegesen is néznék ki. Mégis sok mindenkiről kiderült az, hogy ha már nem vagyok versenyformában, akkor már nem is vagyok számára annyira érdekes. És egyébként ezt tiszteletben tartom, mert nem mindenkinek lehet ugyanaz az érdeklődése, mint nekem. Lehet, hogy valakit már nem érdekelnek mondjuk a főzős videók, meg az utazós videók, meg a vlog videók, csak kifejezetten a versenyzés miatt nézett. Ezzel nincs egy probléma. Az a probléma, aki konkrétan azért nézett, ahogy kinéztem, és konkrétan csak azért tartott mondjuk jó példának, ahogy akkor lediétázva kinéztem. Szerintem ez nagyon-nagyon gáz. Ez az emberi jellem, hogyha valakit csak azért követsz, nézel fel rá, ahogy kinéz, mert ez kevés, ez nem egy emberi érték, hogy hogy nézel ki. És nem tudom, hogy ez most akkor az én szegénységi bizonyítványom, hogy nincs benne annyi emberi érték, hogy tovább tudjanak nézni, vagy pedig az övé, mert tényleg csak ezzel foglalkozik. Na mindegy, ez egy picit ilyen negatív tapasztalás volt, de tényleg amit ebből leszűrtem az az, hogy ha én ebbe belemegyek és ezen sokat öröm magamat, akkor saját életemet fogom megkeseríteni, tovább kell ezen lépni, és azokkal az emberekkel kell foglalkozni, akiket több is érdekel annál, mint hogy nézek ki, és akik azért vannak velem, mert kíváncsiak arra, amit mondok és amiket csinálok. Úgyhogy nektek, akik még most is itt vagytok, nagyon szépen köszönöm is. Nagyon-nagyon hálás vagyok nektek. A negyedik ilyen pedig az, hogy az egészségünknél semmi sem fontosabb. És sajnos saját bőrömön is tudom ezt, hogy addig ezt nem veszük észre, amíg nem üt be a krak, és amíg úgy el nem veszük igazán az irányítást a saját testünk és szervezetünk felett. Erről nagyon nem szeretnék sokat beszélni, mert már elég sok videóm volt, például ide be fogok linkelni egyet, amiben erről beszéltem. És azt tudom, hogy sokan láttátok is. De tényleg ez az évnek egy nagyon nagy tapasztalata volt számomra, hogy nem szabad mindent az egészségünk elé helyezni, mert amíg az nincs, addig semmi más nincs. Ennek kell lennie mindennek az alapjának, és ha az egészségünk teljesen rendben van, akkor arra lehet építkezni, de fordítva nem működik a dolog. Mert amikor már késő, akkor nagyon nehéz visszaforgatni. Tehát sokkal könnyebb megelőzni, mint aztán visszafordítani. És kívánom, hogy ti ezt ne a saját bőrötökön tapasztaljátok meg, hanem tanuljatok más hibájából, de ha nem, akkor remélem, hogy még időben elkapjátok a dolgot, és időben tudtok erre tenni. Azt gondolom, hogy én még amúgy nagyon időben jöttem erre rá, és bízom benne, hogy ezzel a tudással már mondjuk sok minden olyan dolgot megelőzhetek, amit esetleg ebből a hibából követtem volna el, de mindegy, nem is akarom tovább ragozni, az egészség mindennél fontosabb. És az ötödik dolog pedig az lenne, hogy igenis képesek vagyunk megteremteni magunknak azokat a dolgokat, amiket nagyon-nagyon szeretnénk. Ezt megint csak nagyon sok vonatkozásban tudom úgy gondolom érvényesíteni, de például ami nekem ezzel az évvel kapcsolatban nagyon eszembe jut, az az, hogy nyáron beköltözhettünk egy olyan lakásba, ahol most nagyon-nagyon imádunk élni. Ugye én miután felköltöztem Pestre, elég sok lakásban éltem, volt több lakótársam is, ami hát azért nem az igazi, tehát hogy még ha voltak köztük jó fejek is, nem feltétlenül adja meg azt a otthonérzést, hogyha más idegen emberekkel kell mondjuk osztozkodni az otthonodon. Aztán ugye végre összeköltözhetünk Andrissal, viszont egy olyan lakásban éltünk 2 évet, amit hát nem igazán szerettünk, én legalábbis már a végére rendesen megutáltam. És hiába volt nagyon jó, hogy végre csak ketten vagyunk, ez egy picit azért így megkeserítette a dolgot. Viszont idén nyáron pedig beköltözhetünk egy olyan lakásba, amit nagyon-nagyon imádunk, és minden nap hálás vagyok azért, hogy ott lakhatunk, és annyira szeretek oda hazamenni, és tudjuk rá gondolni, és ott lenni, hogy azt gondolom, hogy megérte végigmenni azon a létrán, amin végigmentünk érte, hogy végre egy ilyen helyen lakhassunk, mert itt sokáiból megbecsüljük, de nyilván meg is dolgozunk érte, hiszen fizetjük azt a lakbért és stb. Tehát mi megdolgozunk azért, hogy ott lakhassunk. A másik ilyen, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy most már, vagy el fogom ugye végezni hamarosan az egyetemet, és vállalkozóként a saját időbeosztásomat készítem el, és igazából abból élhetek, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni. De ez is egy olyan dolog, hogy nem kaptam, hanem ezért tettem, és teszek minden egyes áldott nap. Úgyhogy ez megint csak egy dolog, amit én nagyon szerettem volna, és nagyon örülök, hogy most már itt tarthatok.
A másik pedig Andris oldaláról az, hogy ő is talált egy olyan munkahelyet, amit nagyon-nagyon imád csinálni, és én is nagyon-nagyon imádom, hogy ő ezt csinálja, mert egy nagyon-nagyon kreatív munka, tök sok lehetőséggel, jó fej munkatársakkal, és szerintem az nagyon sokat ad hozzá, még az én életemhez is az, hogy ő jól érzi magát ezen a munkahelyén, mert meg én is a sajátomon, mert ez a kapcsolatunkra is tök nagy hatással van, hogy honnan jövünk úgymond haza, vagy milyen napot zárunk le együtt. Illetve amiről már beszéltem az videó elején, az az utazás, amit én imádok csinálni, és egy célként is tűztem ki, úgymond, hogy a versenyzések után azt a rengeteg-rengeteg pénzt, amit mondjuk elköltöttem versenyzésre, azt picit jobban magamra fogom fordítani, olyan értelemben, hogy nem mások zsebébe teszem vele, hanem a sajátomba úgy, hogy utazásra költöm. És idén ugye eljutottam, januárban Fannyóval voltunk Rómában, márciusban Andrással Prágában, júniusban Eszterrel Milánóban, aztán anyáikkal voltunk még júniusban, azt hiszem, Horvátországban, Porecsben, aztán ősszel voltunk októberben vagy szeptemberben Nápolyban. Úgyhogy ez, mert még közt is voltak ilyen itthoni utazások, voltunk Balatonon, eljutottam Szegedre, bár az mondjuk egy picit munka miatt, de mégis ott is tudtunk várost is nézni. Illetve voltunk még Budapesten is így Venice hétvégézni. Úgyhogy ezek igazából mind nagyon-nagyon jó lehetőségek voltak számomra, de ennek mondjuk a nagy részéért meg is dolgoztam, hiszen saját magamnak finanszíroztam ezeket az utakat, kivéve azt, amit anyáik, és azért nekik nagyon nagy köszönet. De a többit viszont így magamnak, és tényleg ezért megdolgoztam, mert egyszerűen szerettem volna, mert utazni akartam és világot látni, és így ez volt előttem, úgyhogy örülök, hogy ezt is így sikerült megteremteni, és remélem, hogy a jövőben is folytatódni fog ez a tendencia. Utoljára pedig egy ilyen kis kitekintés, hogy mindenképpen vannak tök nagy céljaink Andrissal jövőre nézve, és azt gondolom, hogy ezekkel a tapasztalatokkal már tudom azt, hogy el is fogjuk őket érni, és nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a következő 1-2-3 évben is tök nagy dolgot el fogunk együtt érni, mert elképzeltük, mert kitaláljuk, és mert minden nap tenni fogunk érte. Még ha nem is minden nap olyan tudatosan, de én igyekszek e felé haladni, és tényleg valóra váltani és megteremteni azokat a dolgokat, amiket így kitaláltunk maguknak. Úgyhogy én is titeket is erre tudlak biztatni, egyrészt arra, hogy picit értékeljétek át az előző évet, gondoljátok el, hogy mik azok a negatív és pozitív tapasztalatok, amiket szereztetek, amikből tanulni tudtok, és amit hasznosítani tudtok és tovább vinni a következő évre, és akkor ez szerint tudtok egy még jobb, pozitívabb és hasznosabb évet 2019-ben. Amit így a végre nagyon szeretnék még elmondani, hogy köszönöm szépen az egész éven át tartó figyelmet, hogyha velem voltatok a videók során, főleg, hogy már velem vagytok akár évek óta, mióta a videókat csinálom, akkor aztán egy külön puszi és hála nektek, és remélem, hogy ez folytatódni fog 2019-es év során is, úgyhogy legyetek jók, legyen nagyon-nagyon boldog új évetek, és találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok! Yeah.